elmúlt 10 évvel ezelőtti létszámnak nagyjából 10%-a. Megszűntek a füstifecskének a táplálék, meg a fészkelőhelyei, ugye ők általában gazdasági épületekben, disznóholaknak a belsejében, marhaistálóknak a belsejében költöttek, és az ő számuk drasztikusan megcsökken. Ők azok a villásfarkú fecskemadár, az ereszalad fecskefészek, az a molnár fecske, abból még viszonylag, ahol régebben is megjelent. Most az idén is azért elég sok fészküket lakják, bár elég sok fészket elfoglalnak most, nem tudom miért, vagy jó-e az információ, nem, mint ahogy értesültem volna, hogy a házi veréb, meg a mezei veréb is a védett listára került, én szerintem teljesen indokolatlan, mert senki nem bántotta eddig se őket, viszont olyan helyre költöttek, ami nem nekik való, vagy nem tetszett valakinek, vagy éppen egy más védettem madaraknak a fészkelőjét foglalt el, akkor nyugodtan ki lehetett onnan paterolni, meg átadni a helyet, előkészíteni helyet a visszatérő, vonuló madaraknak. De az idéntől, vagy hát egy-két éve, nem tudom mióta, annyira nem vagyok képbe, azért a mezei veréb is védelmet élvez. Nem azt mondom, hogy kártékony, egyedüli kártevés az szerintem az, hogy elfoglalja a védett madaraknak, többek között a molnár fecskének, meg a füsti fecskének is a fészket. Bár a rozsdafarkú is előszeretettel foglal el ilyen helyeket, de azt mondom, hogy indokolatlan neki a védelme, mert nincs akkora fogyás. Épp úgy indokolatlan a seregének a védelme, mert óriási tömegekbe és nagyon nagy károkat tud okozni. Tehát át kellene gondolni néhány dolgot a természet védelmi szakembereknek, hogy mikor, hogyan, mit, milyen prioritással helyeznek védelem alá, meg milyen módon lehetne azt korlátozni a szaporulatukat. Tehát ez egy olyan feladat, hogy azért most már átvettük a szerepüket a ragadozó madaraknak, átvettük a szerepét a ragadozóknak, kis ragadozóknak, nagyobb ragadozóknak, tehát egy szelektációs feladata van az embernek, amely egyszer így átvette az uralmat a területen, főleg a Kárpát-medencét érintően. Tehát itt azért a vadállománynak, a madaraknak, a kis emlősöknek, az emlősöknek a szabályozása, létszámszabályozása azért most már a felelősség teljes emberek kezébe kellene, hogy kerüljön. Mi a helyzet az énekes madarakkal, mert tapasztalat, hogy ha reggel valaki időben felkel, hát hallja folyamatosan, amikor már kell fel a nap, nagyon hangosak, és tényleg nagyon jó hallani, hogy itt vannak, és jól érzik magukat. Hát igen, ugye az urbanizációs része ez a madárvilágnak, tehát azt tudni kell, hogy ezekkel a nagy monokultúrás, meg a nagy táblás termelési rendszerekkel, ahol eltűntek a fasorok, és hatalmas nagy mezőgazdasági kultúrák alakultak ki. Ez egyedül a nagyvadaknak kedvez, mert abban nagyon jó élelmiszer táplálékozási helyet találnak, meg jó búvó helyet találnak. Tehát azt mondtam mindig, hogy itt a Rába közben, meg hát Győrmoson, Sopron megyének a nagy részén sokkal nagyobb kukorica, meg buza, meg napraforgó táblák vannak egybefüggően minden erdők. De a madaraknak viszont azok a fészkelőhelyek, amiket kivágtak, fákat, bokrokat, cseréket, amiket kiirtottak, azok hiányoznak, tehát nem fog áttérni a földön fészkelésre, és ezért bejöttek a falvakba. Bár mindig voltak, gyerekkoromban is rengeteg énekes madár, meg mindenféle költöző madár volt a nyercsodákban, a falvakban, de kint a határban is, de most a határban azért beköltöztek. Tehát azt mondjuk, hogy ha van egyfajta fogyás a populációban, az legutolján itt a faluban látszik meg, mert itt azért viszonylag békés helyen vannak. Néhány fajra, hogyha felhívna a figyelmet, ami, ha kinézünk az ablakon és mondjuk a fákon halljuk őket, épp ott üldögelnek és énekelnek, miket lehet itt hallani most így nyár elején a Beleden, a Rába közben? Hát leggyakoribb a fekete rigó és a házi rozsdafarkú. Mellette azért beköltözött már az erdei pinty, jó pár fészkelő egyedet láttam. A szerencsésebb helyeken megjelenik a zöldike, már az eléggé agresszív madár. Akkor a
Talán még ide jellemző madarak, a csicsörkétől elkezdve a csíz, aztán balkáni gerle, nagy ritkán a vadgerle, elég nagy számba elszaporodtak az örvös galambok, nagyon bejöttek a legnagyobb termető galambfajtánk. Aztán ennek az énekétől hangos, meg hát ugye jó lenne a fecske csicsergés, meg hát a seregély, ugye az ha megjelenik a csoportos jelenik, mégis remek hang utánzott, tehát a sárga rigótól elkezdve mindenféle hangot, attól függ, hogy milyen, mikor áttelenek, ugye az is vonuló madár, és ha áttelenek is, akkor milyen populációval együtt talált, és annak eltanulja a hangját, és akkor valamikor indokolatlanul megjelenik a gyurgyalagnak a hangja, például a gyurgyalagokkal együtt telelát, vagy a sárgarigót utánozza, a sréket ugyan nem csinálja, de a füttyét azt elég jól utánozza nekik. A sárgarigó, hát figyelni kell, nyilvánvaló a cinkefélék is nagyon előszeretettel fészke, mint a kék cinke, bár abban elég kevés, de a széncinkéből valamikor a postalálába belekült a rozsdafarkú is, meg a széncinke is. Akkor előfordul, hogy a múlnárfecskék a közvetlen a bejárati ajtó fölé kezdik elrakni a fészek kezdeményezésüket, azokat nem kellene levágni, vagy leverni onnan, hanem alajra tenni egy deszkát, hogy ne piszkítsák össze a lépcsőt, vagy éppen a bejárati ajtó elejét. Tehát rengeteg olyan megoldás van, amivel lehetne védeni a madarakat oduki helyezéssel, mert azért azt tudni kell, hogy a mezőgazdasági kultúrákban már nagyon kevés táplálék áll a rendelkezésükre az énekes madaraknak, mert az a vegyszeres gyomírtástól, rovarírtástól elkezdve minden olyan történés, amelyik a táplálékukat, a rovarvilágot érinti, az ő vitalitásukat, az ő életképességüket, az ő élethez való hozzáállásukat, meg a fészkeléshez való intenzitásukat is nagy mértékben csökkenti. De benne a városban, meg a falvakban azért nincs olyan mértékű gyomírtás, rovarírtás, mint kint, és azért jobban tápláléket is jobban találnak itt. És ugye a fecskéket emlegettük, hogy az egyedszámunk nagyon lecsökkent. Melyik az a madárfaj, ami még nagyon ritka, vagy a korábbi számokhoz képest már nagyon kevés van belőle, vigyázni kell rá, hangját is alig hallani, ha mondjuk énekes madár. Van olyan? Hát, majdnem mindegyik. Tehát a vonuló madarak közül nagyon kevés az, amelyik visszatér. Tehát az egyet számban nagyon kevés tér vissza. Még a fajszám az, azt mondom, hogy maradt, tehát nincs olyan faj, amelyik esetleg eltűnt volna. Új megjelenések se igen vannak, bár azt mondom, hogy a farti fecske meg a gyurgyalag egy idővel eltűnt, de aztán, amikor megkezdődtek ezek az útépítések, meg ezek a régió mokbányák föltárásra kerültek, mert elgazosodtak, és a gazos területen nem tud mit kezdeni a gyurgyalag se, a farti fecske se. Egy időben megint megjelentek, de eléggé rabszódikus száma mutat a populációnak az egyet száma, mert valamikor például az idén nagyjából azt mondja, hogy 20%-a jöhetett vissza a tavainak. Hát ez a tendencia akkor nem túl jó, mert ez inkább lefele mutat. Ragadozó madarak is valamilyen oknál fogva, tehát a téli ragadozó madár állománya, ugyan ment az ember autóval, nézte az árokpartokat, a útmenti fákat, akkor több gazdálkodó szervezet meg egyén rakott ki ilyen téfákat, vagy éppen ilyen karrókat, amire rá tudott menni a pocokgyérítés. Véget elég jól teliülték őket a legerészőjövek, lehetett látni a vörösvédséget, hogy elszitálgatnak. Aztán valamilyen oknál fogva, amikor a fiókanálés időszakra került a sor, nagyon megfogyatkozott a számuk. Köszönöm a beszélgetést!